Sziasztok, Marika vagyok, is tudjátok, hogy az, de azért csak mondom. No, paradicsomleves fog készülni. 1000 éve nem készítettem paradicsomlevest, tegnap a férjemtől kérdem, mi legyen leves, mert ugye zsemje felfújt van, ami kalács felfújt, és mondom, valami levest hozzá. Azt mondja, legyen paradicsomleves, 1000 éve nem volt. Hát az igaz. De annyira nem is jó nekünk ez a paradicsomleves, ugye sokban a purin, ne kérdezzétek, hogy a purinról, vagy ne kérjétek, hogy a purinról beszéljek, mert nézzetek utána, senkit nem akarok elvinni, sem erre sem, úgyhogy erről nem fogok beszélni, csak mondom, hogy annyira nem egészséges azoknak, akiknek ugye már van egy kis bütykük, ha bár az almácát megállította, azt nagyon javaslom, de ugye én ma azt a talán 30 éve, 25 éve iszom. Ja. Ez a tészta, ez a tojás, nem tojás, teljes levesből maradt. Akkor annyit készítettem, hogy ennyi maradt. Úgyhogy ez most mind bele fog menni. A paradicsom az egy fél literes üveg paradicsom volt, amit én tettem el, nincs benne tartósító. Az fog belekerülni, és körülbelül majdnem fél liter víz. Hát ez egyszer el fog nekünk fogyni szerintem. Lehet, hogy ez a tészta sok is lesz. Hát így most nem tudom. Na, majd meglátom, akkor tésztás lesz. Majd meglátom, lehet, hogy nem teszem bele mind. Na, most azzal kezdem. Ja, és itt van a... Mondtam a féljemnek, hogy hozzon be zellert, mert említette ősszel, hogy egy zellert a komposzt mellé ültetett. Hát mondom, nézd meg, hogy nincs-e új hajtás. Mert akkor, ó, de jó, akkor hozzá be, mert ez jó bele, meg azt hiszem bazsalikom is, de én nem teszek más, csak ezt. És akkor mi lesz még só, meg kristálycukor, amit ide se készítettem, mert majd annyit adok, amennyi az ízlésem, úgyhogy azt mindenki úgy csinálja. Szóval só, meg kristálycukor még megy bele. Na, akkor most én olívaolajon fogom a... Most nem tettem hűtőbe ezt az olívaolajat, azért ezt kell elhasználnom, remélem nem viszi el az víz, mert ezért nem szeretem az olívaolajat másra, csak ilyen húsokhoz, hús alá, amit nem kell annyira sütni, mert elviszi az ízt. Hát lehet, hogy így járok, nem tudom. Na, és akkor egy rántást csinálok, akkor már majdnem kész a rántás, akkor fogom a hagymát beledobni, a hagymát reszeltem. Ez egy... emes tojás felének a reszeléke. Na, kezdjük. Ez egy csapott evőkanál, kicsi evőkanál ez, nem nagy. Még a szüleimé volt ez az evőkanál. Ugye, amikor meghaltak a szüleim, akkor elosztottuk, ami ott volt. Hát nem dobáltuk, emlék. Hát körülbelül ez annyi, az talán nem lesz sok. Hát ne legyen olyan igen híg, mint a víz. Egy kis sűrűsége legyen, lehet, hogy még kevés is. Az olaj meg ugye az erény oljjal legyen, hát most lehet, hogy sokat borítottam, nézzétek, hát ennyire látni. Ez másfél evőkanál is van így már liszttel együtt. Egy kicsit... Hát szerintem még egy kis lisztet rakhatok. Egy kicsi lisztet. Még el sem raktam a lisztet, mert kell még ma. Nem sokat. Aztán már, hogyha felforrósodik, akkor végülis olyan rántás lesz ez csak, már forrós szinte, hogy ne sűrű rántás legyen. Meg ne legyen megégedve, mert ugye az olívaolajtól nem is tud, mert hol tudna, hogyan tudna. Ilyen zöldnek látom. Rakom bele a hagymát. Kiterőztem. És dobok bele egy evőkanál. Legyen jó evőkanál. Kis kájcukrot is. Hát egy ilyen jó evőkanál kis kájcukrot. Azt
aztán lesz, amilyen lesz. Mondom, ezer éve nem csináltam, pedig mikor a gyerekek még itthon laktak, akkor ugye mindig kellett levest főzni. Most mindig azt mondja a férjem, hogyha olyan étel van, mondjuk egy rakod valami, hogy nem kell leves. Mert vasárnap is, ami volt ebéd, ahhoz én leves nem főztem, mert nekünk nem kell leves. Már gondolkodok, váljatok, mert ja igen, nem volt hozzá leves. De ugye, ha marad, akkor persze van, de különben nincs. Most ezt is beleburítom, és kicsit hadd piruljon az alján. A sót meg majd, amikor már ugye minden össze van állítva, benne lép. Hát ez ilyen pikpak étel. Pikpak megvan. Én ugye emlékszek, azért csináltam sokszor, de mondom, ezer éve nem csináltam. Sűrített paradicsomból is lehet, de az fogalmam nincs, hogy hogyan. Azzal lehet, hogy ízletesebb, mert azt olyan finomra meg tudják csinálni. Szerintem ez is jó lesz. Talán az olívaolaj nem viszi el az ízt. Én mindig zsírral csináltam régen, emlékszek rá, mert ugye mindig volt disznóvágás, mikor még fiatalok voltunk. De aztán, mikor elkezdődött a munkahelyen a túlóra, mikor még dolgoztunk, aztán reggel mentünk, nem is tudom, olyan fél hétkor, negyed hétkor ment a busz, akkor még hétkor kezdtünk, ha jól tudom. És akkor este meg fél nyolckor hazaértünk, ha túlóra volt, aztán szegény disznó így volt egész nap egyedül, meg éhesen. Na, akkor leszoktunk a szállattartásra, most meg már nem fogunk nekiállni öregen. Hát én most beleburítam ezt a paradicsomlit. Azt átszűrtem, mert ugye nekem van benne mag is. Mert ugye botnik szerezem. És nem szűröm, hanem egyszerre megy üvegbe. Jó, hát bele is dobom ezt a Zeller levelet. Aztán megvárom, míg fölfor, és akkor megkóstolom, hogy mennyi só kell hozzá. Megnéztem egy pár receptet, fokhagymát is ajánlanak van, ahol, hát ez akkora, mint egy baracmagnak a fele. Úgyhogy szerintem, látjátok, mennyi jött ki? Semennyi szinte. De ennyi belrakok, kíváncsi vagyok. Soha nem raktam bele. Amit a kíváncsiság hajt. Megkóstoltam, egy ilyen kávéskanál sót rakok bele. De még lehet, hogy majd kell. Hát ez a tészta lehet, hogy nem mehet bele mind, mert ez ahogy föl, ez úgy sűrűsödik. Jó bele ez a kis pici fokhagyma, érzem az ízét. Mondjuk, ha megkül, akkor már nem fogom. Na, jó íz, de még érzem ezt az olívabogyó, vagy olívaolajat. De el kell használnom, nehogy elromolja, mert kivettem a hűtőből, nem fér el. Többet nem veszek ilyen nagyot, meg üvegeset, mert annak félek, hogy mikor a kovászomnak a desztillált vizet elveszem a hűtőmmel, hogy fölököm, aztán hú, mi lenne akkor? Oda törne. Úgyhogy műanyagosra törben.
Még öntök hozzá a vizet, ez körülbelül 3 deci lehet, vagy inkább 2,5. De nem biztos, hogy mind hozzáborítom. Nézem. Mert az a liszt, az nem kellett volna már. Ugye, hogy melegszik, meg föl, meg párolog el, úgy sűrűsödik be. Amikor az ember ilyen ritkán főz valamit, akkor ha a videót akar róla készíteni, akkor jobb lenne először csinálni egy próbát, igaz? Ja. Csak hogy ki tudja, mikor lesz legközelebb paradicsomleves. Ezután aztán innom kell 2-3 liter vizet, mert különben begyullanak az ízületeim. Azért nem szerettem annyira soha. De amúgy ízre finom. Ízre szeretném. Mind a lecsó. Meg az eper, ilyenek után is. De mindenki maga tudja, ugye mindenkinek magának kell figyelni saját magát, hogy mi jó neki, mi nem jó neki. Ha sok csokit eszik az ember, ugye, aki hajlamos rá, annak jöhetnek kiütések. Van, aki megelt egy táblával ilyen nagy, két más, mennyit, 1500 vagy 1300 forintos milkát, akkor se jön rá egy sem. Ez olyan dolog, hogy mindenkinek saját magát kell figyelni. Vannak jó módszerek, mivel lehet figyelni magatokat. Lerajzoljátok az arcot, amikor soha nem, szóval nem jöttem rá, hogy mitől jön kiütés rám. És addig nem jött, ugye? És akkor lerajzoltam az arcomat, és akkor ha jött egy, vagyis leírtam minden nap, mit ettem, ha jött egy bub, akkor tudtam figyelni, hogy hó, most csokit ettem a napokba, akkor utána nem ettem csokit, akkor ugye meggyógyult, akkor megint ettem csokit, és akkor kiderült, hogy hát a csoki, ugye? Sok csokit ne együnk. Kakaós dolgok, a fahéjas dolgok, ugye? Aki amire. Én például a fahéjra allergiás vagyok egy kicsit. A csipi a nyelvemet. Ugyanúgy csipi a nyelvemet a kakaópor is. Hát még van, ami most nem tudom hirtelen. Sütőpor, szódavikarbóna. Ezek mind. Úgyhogy nem is tudok belőlük olyan túl sokat enni. Na. Jó hosszú videó lesz. Tudok ámdomálni. Figyelitek? Na mindjárt, hogy ha fölfor, akkor berakom a tésztának, azt hiszem csak a felét. Feleztem ezt a tésztát, két ilyen pici kis üveggel lett. Nagyon picik ezek. Egy nagyobb evőkanál puposan mondjuk. Nem merik többet berakni, mert az összes lét beszívja. És fölfort a lé. Mondjátok, for. Most ezt beleborítom. A lisztet leszitáltam jól, hát azért lehet, hogy egy kicsi marad, de leszitáltam. Jó, hát hogyha ez is igen elinna, akkor még adok vizet. És kislángra teszem, azt egy megvárom, míg megpuhul. Jobban majd jövök a kóstolással. Az íze jó az előbb, mikor megkóstoltam, ugye még a sót is hozzáadtam, az ízre jó. Kitaláltam az ételt, megkóstolom. Gyere, papa, kóstol meg te is. Kóstol lesz a paradicsomleves íze van. Az jó. Ez a tészta jobb, de olívaolajjal csináltam, és azt egy kicsit kiérzem. Eddig mindig zsírral csináltam. Visszafacsok. Fali tésztát raktam bele, mint amit akartam, így is majdnem sok lett. Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Pakakóstol meg. Színe jó. Színe jó. Nézem. Holnap még jobb lenne, már összeérnének az ízek. Jó? Jó. Jó. Akkor köszönöm. Gondoljátok, készítsétek-e, vagy írjátok oda, hogy ti hogy készítitek, abból én is tanulok.